Ó Szent István, dicsértessél, menj és földön tiszteltessél, de főképpen nálunk ma, mint hazánk fő oszlopa. Az avató ünnepségen közreműködött Forgách Zsuzsanna népdalénekes. A Szent István év alkalmából első királyunk halálának 975. évfordulóján egy köztéri szobor állításával kívánnak tisztelegni nagysága előtt, s egyben leróni az adósságot, hogy Várpalotán még nem volt méltó emlékhelye az államalapítónak. Mondta el köszöntőjében Talabér Márta polgármester, majd a továbbiakban Szent István munkásságáról szólt. Koronát ültettek a fejemre, és királynak tisztelt, aki itt volt. De én tudom, s te is, hogy csak fél király vagyok, és az országom is fél ország ma még. Hát, egész király akarok lenni, és egész országot akarok. Írja Pós Károly Országépítő című regényében. Mikor a Szent István művét felépítő embert keressük, akkor egy küzdelmesen eltöltött életet láthatunk magunk előtt, amelyben volt helye nem csak a győzelemnek, de sok-sok szenvedésnek is. Több véres belháború és ellenséges inváziók elleni harc, családi tragédiák, épülő városok, falvak és templomok kísérték útján. A mű, amit alkotott, 1000 év múltán is áll. Ez a mi hazánk, Magyarország. Sokan vagyunk, akiknek fontos a múltunk ápolása. A mai szoboravatás egy fontos lépés ezen a téren itt a városban. Bízom benne, hogy a szobrot a lakosság befogadja, megkedveli, és itt, a vár előtti téren illő helyre lelt. El Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke, ünnepi beszédében leszögezte a Szent Istvánt ábrázoló, hozzá kapcsolódó országszerte fellelhető köztéri alkotások hozzájárulnak a nemzeti identitás növeléséhez. Vajon miért van bennünk az az erős késztetés, hogy mikor köztéri szobrot állítunk valamelyik jelentős történelmi személyiségünknek, akkor az első három megnevezendő személy között biztos, hogy ott van Szent István, és nagy valószínűséggel a legtöbben neki állítanának szobrot. Miért is fontos az, hogy a lehető legtöbb helyen példaként állítsuk őt a fiatalok számára, a fiatalok elé, és példaként állítsuk valamennyi magyar polgár elé? Először is azért, mert ő az a személy a magyar történelemben, akinek a megítélésében azt kell, hogy mondjuk, hogy közmegegyezés van. Függetlenül attól, hogy ki miképpen gondolkodik politikáról, függetlenül attól, hogy miképpen vélekedünk az elmúlt bő 100 év történelmi sorsfordító pillanatairól, amelyek képesek akár aktuálpolitikai vitákat is generálni, van a magyar történelemnek egy olyan jeles alakja, akinek életművét, munkásságát, máig ható erejét, mindannak, amit létrehozott, közmegegyezés övezi. El Simon László hozzátette, történelmi tény, hogy Szent István király nélkül ma nem lenne Magyarország és magyar kultúra. Szent István nélkül nem élhetnénk meg újra nemzedékről nemzedékre ősi, csodálatos anyanyelvünk megtartó erejét. Nem lennének szerte a Kárpát-medencében kisebbségi létben sínylődő magyarok, akik számára ugyanez a nyelv, ugyanez a tudat, a mindennapi küzdelem erőt adó bázisa. Utalt ezzel a Kulturális Alap elnöke a közelmúltban zajlott székely menetre. Az ünnepi gondolatok után Talabér Márta és El Simon László leleplezték Béres János alkotását, majd a szobor talapzatánál koszorút helyeztek el.